Köszöntöm kedves nézőinket, kulturális magazinunkat látják. A káros szenvedélyekről, a helyes étkezésről és a harmonikus párkapcsolat titkairól hallhattak előadást azok a középiskolások, akik részt vettek az idei egészséghéten a Széchenyi István szakképzőiskolában. Az egyhetes programsorozatot január 23-a és 27-e között szervezte meg az intézmény. Az iskola egészséghetének keretében számos érdekes előadást hallgathattak meg a diákok a mindennapjaikat érintő témákban. Első nap dr. Molnár Károly házi orvos a káros szenvedélyekről, a dohányzásról, az alkoholról, a drogokról és azok káros hatásairól beszélt a középiskolásoknak. Lényeges dolog, ami most talán a legszélesebb kört érint, és a legtöbb gondot okozza a dohányzás, annál is inkább ugye, mert 2012-ben megjelent az új törvény a dohányzással kapcsolatban, és elmondtam a tanulóknak, hogy már a 16. században is próbálkoztak a dohányzás tiltásával, sőt, korbácsolással is büntették őket, de most nem erről van szó, hanem a fokozatosság elvét, a józan észre hatva, ezzel az előadással is próbáljuk egy kis közösségbe, aztán a nagyobb közösségbe elhinteni azt, hogy a dohányzás káros az egészségre, és elmondtam nekik, hogy milyen következményei lehetnek ennek. Nem tudtam mindenre kitérni, de kiszámoltam, hogy például egy 600 forintos cigaretta árát, hogyha vesszük, egy havi adag mennyibe kerül, és az itt töltött 4 év alatt, míg az iskolába járnak, ez közel 1 millió forint. Tehát ha belegondolunk, ennyit lehetne megtakarítani a családnak, a saját zsebünknek, és az államnak is azáltal, hogy nem kerülünk az orvoshoz betegséggel, hörgőhurúttal, gégerákkal, amit egyébként a statisztikák, orvosi kutatások bebizonyították. Egyértelmű összefüggés van a kettő között. Kellett volna még beszélnünk ugye a rövidítésben szereplően, a DADA programban, az alkoholról, a drogokról, az AIDS-ről, és ehhez még én hozzávettem a szenvedélybetegségeket, a játékgépeket is, mert az is egy függővé tevő szerkezet, hogy így mondjam, és eljutnak oda, tudok róla, hogy otthonról meglopják a szülőket, kiveszik a bankból a megtakarított pénzt, eladósodnak, lopnak, csalnak, és végül az egésznek az lesz az eredménye, hogy vagy börtönbe kerül csalásért, lopásért, gyilkosságért az illető. Most ezt elnagyolva mondom, de ez a következménye, egzisztenciális problémái lesznek, és gyakorlatilag hajléktalanná válhat valaki. Hál' Istennek nem ez a jellemző, csak így kell a figyelmet felhívni, hogy fiatalok, vigyázzatok, ha kipróbáltatok valamit, tudjatok disztingválni, és értelmes lények vagyunk, de ha már rászoktunk, sokkal nehezebb a leszokás. De azt is meg kell próbálni, mert van rá lehetőség. Egyik az, hogy leszokokról, elhatározom. Mark Twain is elmondta többször, hogy leszoktam a dohányzásról, de 30-szor visszaszoktam. Szóval nehéz ez a szenvedély, mert az agyban kialakul egy olyan függőség, amit nagyon nehéz leküzdeni. Tehát bizonyos anyagok kellenek a pótlására, illetve olyan gyógyszerek, amik beépülnek a nikotin fogadó helyekre, és mintegy becsapva a szervezetet. Majdnem úgy mondom, hasonlítva a fogamzásgátlóhoz, aminek az a hatása, hogy becsapja a szervezetet, mert úgy gondolja a szervezet, most ezt csak elméletileg mondom, hogy terhes vagyok, és ugye a terhes még egyszer nem esett teherbe, tehát elfoglalja azokat a helyeket a hormon háztartásban, ugyanúgy, mint ez a gyógyszer, amit alkalmazunk. De van formája, nikotin, tapasz, tabletta, van elektromos cigaretta, ami imitálja a cigarettát, tehát azt a tevékenységet, hogy kiveszem a cigarettát, megszívom, tehát ezeket pótolja, ezáltal lehet valahogy leszoktatni. És vannak különböző keleti kultúrákból vett módszerek is, amik többé-kevésbé talán használnak. Van, akinek sikerül, van, akinek nem. Szóval nem Istentől való dolog az, ha valaki nem tud leszokni valamiről, de minél többen szokjunk le, az lenne a dolog. És ezen munkálkodunk. A legelső dolog azt hiszem, hogy ha bizalmas a házi orvosával fordulhat hozzá, aki a legalapvetőbb tanácsokat el tudja mondani, van, akinél ez is sikerül, hisz én magam is már 20 éve iskolaorvos vagyok itt, és volt olyan drogos fiú,
akivel órákig el tudtunk beszélgetni több alkalommal, de ehhez meg kellett nyílni neki, ami nagyon nehéz. Mondtam is az előadásomban, hogy a szűrések alkalmával azt könnyen elmondják, hát dohányzok, szívok ennyit, de már drogra nem terjed ki. Még az alkoholt is szívesebben elismerik. Tehát meg kell nyitni annak a fiatalnak, és ehhez kell egy kis tapasztalat, egy kis empátia, és akkor tudunk eredményt elérni. Ennél értünk el eredményt, és ezt nagy csodának tartom, de akinél ez nem sikerül, van lehetőség tovább küldeni. Ha dohányzásról beszélünk, a tüdőgondozóba, ha alkoholról, vannak alkoholklubok, vannak különböző intézmények, Tahitót falun, de ezek a címek rendelkezésre állnak minden körzeti orvosnál, és elmehetnek oda. Van, aki önként rájön magától, van, aki a család nyomására, hogy ettől meg kell szabadulni, tennem kell azért, hogy ne váljak számkivetetté a család bűnözőjévé, a környezetem által megvetett személyé. A másik, a diákok számára fontos témaként a párkapcsolatok titkairól, a fogamzásgátlásról Árkiné Bajzát Kármen védőnő tartott rendhagyó és egyben nagyon tanulságos előadást. Tehát a szeretetnek egy bizonyos része a szerelem. A szerelem viszont sokkal több, mert megjelenik benne valami, és az a szexuális vonzalom, a vágy. És ezzel több a szerelem a szeretetnél, ezzel más. Tulajdonképpen akkor mi is az a szerelem? A szerelem egy testi, lelki, szellemi vonzódás a másik félhez, lehetőleg a másik nemhez. Mi van, amikor azt mondom, hogy testi vonzódás? Hát ugye ez a kellemes, bizsergő érzés, amikor meglátom a nagy őt, amikor összerándul a gyomrom, amikor libabőrös leszek, mert milyen jó a közelébe lenni. Mi az a szellemi vonzódás? Hát milyen jó vele beszélgetni? Egy hullámhosszon vagyunk, megértjük egymást. És mi az a lelki vonzódás, amikor ugye a szerelmi partneremet a barátomnak tekintem. A legféltettebb dolgaimat, gondolataimat is megosztom vele. És ugye, ha ez a szerelem beteljesül, az lesz majd a szexualitás. Ugye a megkoronázása egy szerelemnek. De amíg eljutok eddig, addig végig kell járni a megismerés lépcsőit. Mit jelent az, hogy megismerés? Hadd mondjak egy pár példát a tanácsadásaimról. És most, ha valaki már hallotta, akkor megerősítem még egyszer, ha nem, akkor újdonság elejével hang. 14 éves lányokról beszélek, van, aki a 8. osztályba jár. És azt mondja nekem, hogy nem tudja megnevezni a gyermeke apját, mert 7 fiatal ember tud felsorolni. Nem tudja abból, ki a gyermeke apja. Ez az egyik eset, ahol a jól szituált szülő teljesen megrémülve szembesül a gyermekével. Hiszen nem is gondolta, nem is tudta azt sem, hogy szexuális életet él, nem úgy még ennyivel. Egyszerre. A másik példa. Alkoholos befolyásoltság alatt nem tudja, hogy mikor történt a szexuális kapcsolata. Hát elég rémisztő, ugye? Amikor egy nő ilyen szinte leissza magát, és számomra még rémisztőbb, amikor egy alkohol mámorban hempergő nőt egy férfi kihasznál csupán vágyai kielégítésére. Aztán kábítószeres pár, ők már betöltötték a 18 évet, másfél óra alatt az érzelmi viharok minden stádiumát végigjárták a tanácsadásomba, vagy tanácsadásomon. A sírástól a nevetésig, az öljöngésig, a dühkitörésig minden volt a térden állva előtted is. Érdekes módon ez a hölgy, nem szoktam általában durván és parlagian beszélni, de azt mondta a fiatalembernek, hogy miattad döglök meg a műtőasztalon. Majdnem volt neki igazsága. Majd elmondom, hogy miért. Aztán
egy újabb eset, ahol 15 éves kislány be akarta bizonyítani a 20 éves barátjának, hogy szereti. Hát könyörgöm, a szerelemnek kell bizonyíték? Azt érezni kell. Azt nem szoktuk bizonyítani. Se ide, se oda. Se a lány a fiúnak, se a fiú a lánynak. Talán röviden ennyit. Ja, még egyet, aki most hétfőn volt nálam. Ő egy szakképzős kislány, nem a ti iskolátokból való. Bár innen is nagyon sok páciensem volt már, el kell, hogy mondjam. Szakképzős kislány, aki szintén, mikor megkérdeztem, hogy ki a gyermeke apja, vagy mit tud a párjáról, akkor azt mondta, hogy tulajdonképpen nem akarja megnevezni, mert a négy ember közül, hogy nem tudja, hogy melyik az, mert hogy mind a négy lehet, mert egy napon mind a négyel is volt. Tehát vannak meglepetések. Igen, amikor ezeket a történeteket elmondom, mindig ilyen morajlás, mosolygás és egyebek van a háttérben. Hát valahogy úgy vagyunk mi ezzel a szexualitással, hogy velem ez nem történhet meg. Ez a mondat szinte mindig elhangzik az én tanácsadásomon a hölgyek vagy a fiatal emberek szájából, hogy nem gondoltuk volna. Meg egyébként is ez az első volt. Meg az ötödik fiúval az első, mert minden fiúval egy első volt. És az elsőktől ugye nem leszünk terhesek. Aztán sorolhatnám még az ilyen különböző tévhiteket, amiben élünk, fogamzásgátlás területén. Például. A fogamzásgátló tablettát fél évvel ezelőtt szedtem. Azt hittem, hogy még mindig hat. Az óvszert reggel használtuk, úgy gondoltuk, már délután nem kell. Szóval érdekes dolgokat tudnék én mazsolálni ezekből a történtekből. És akkor egy pillanatra a példák után térjünk vissza a megismerésre. Amikor én megkérdezem, hogy ki a fiú, ugye nagy szomorúság számomra, hogy sokszor nem tudják a nevét sem. Vagy tudják az utónevét. Hogy Józsi, vagy Károly, vagy Zoltán, de hogy az éppen Kovács-e, vagy Szűcs-e, vagy Lakatos, azt nem tudják. És ez még a megismerésnek ugye nagyon-nagyon pici része. Ha azt akarom megkérdezni, hogy mi szeretne lenni ez a fiú, egyáltalán hol tanul, hát ha ugyanabban az iskolában, akkor Mázlia van, mert akkor ismeri így. De hogy mi szeretne lenni, mit akar az élettől, hová akar eljutni, arról nem tud semmit. Hogy szereti a több főzeléket, vagy a kelkáposztát, halvány a díjunkja nincs. Hogy operába szerete járni, vagy a vízzenét hallgatja, vagy a rockot, azt sem tudja. Hogy szerete olvasni, vagy verseket szeret, fogalma nincsen. Tehát a megismerésnek semmilyen fokát nem járják végig, hanem semmi másról nem szól a dolog, mint azt hiszem, hogy szerelmes vagyok lehet a szerelembe, de nem a partnerembe, és szexualitás. Testi vágyak kielégítés. Hát igen, ezek a vágyak valóban léteznek. Ugye össze fogtam hasonlítani, bár egy kicsit morbid, hogy az éhség is egy vágy. Ugye nagyon kellemetlen, amikor korog a pocakunk és éhesek vagyunk. De annak ellenére szerintem egyiketek sem fogja hazafelé betörni a kirakatot és magáévá tenni a szalámit, vagy a kenyeret, vagy a tejet, hogy megszerezze magának és csillapítsa az éhség vágyát, hanem helyette megvárja még az iskolai mentán sorra kerül és megkapja az ebédjét, vagy otthon, kulturált körülmények között leül az asztalhoz és elfogyasztja. Momentán még esetleg egy szár gyertyát is gyújt maga mellé, hogy hangulatot teremtsen. Na hát, ha ezt a szexualitást teszem át, akkor erről szólna. Ugye megismerem.
Megismerem, hogy ki a partnerem. Tudom, hogy mit akar. Megismerem a testét. Megismerem a lelkét. Megismerem az érzelmeit. Mindent, amikor megismerek rajta. És igen, felfokozott egy kicsit, felgyorsult a világunk. Nem lehet kizárni a testiséget. De nem muszáj azt egyből közösüléssel kezdeni. Hiszen egy kézfogás, egy ölelés, egy csók, egy simogatás, a másik embernek, a testének a megismerése sokkal nagyobb élményt jelent, mint maga a szószoros értelembe vett közösülés, ahol nincs szerelem, nincs felelősség, és nincs szeretet. Csak hiszem, hogy van. A legtöbb esetben, akik nálam megjelennek tanácsadáson, azt mondják, ugye hozzáteszem, hogy 80%-ban a lányok önmagukban jönnek, a fiúk már még a mobilt is kikapcsolták, hogy elérhetetlennek kiváljanak. Akkor hol is van ez a szeretet és felelősség? Sehol. Semmi másról nem volt szó, mint szexualitásról, ösztönszerű cselekvésről. E két előadás mellett a bőrápolásról, a füredi lúgos vízről, a helyes táplálkozásról, a szexuális úton terjedő betegségekről, valamint az immunrendszerről is bővebb információkat, tanácsokat kaphattak a fiatalok a szakterületek kiemelkedő hozzáértőitől, szakértőktől. Emellett a mozgás sem maradt ki a programsorozatból, hiszen szerveztek focitornát, box, illetve aerobik bemutatót, görög táncházat, de volt szellemi és sportvetélkedő, egészségügyi totó, testzsírmérés, arcdiagnosztikai vizsgálat is. A programokon résztvevő fiatalok számos új információval és hasznos tanáccsal gazdagodtak, amelyeket megfogadva boldogabb, egészségesebb életet élhetnek, egészséges és kiegyensúlyozott felnőttek válnak belőlük. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!